Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék a The Sims 4 Island Living sorozatomnak a következő részével. Hogyha emlékeztek, az előző rész végén ugye tartottunk egy káva partit, amit ezüst fokozatra sikerült megcsinálni, azonban Lillának az az élet célja, hogy ez aranyra sikerüljön, úgyhogy ebben a részben mindenféleképpen szeretném majd ezt újból megpróbálni, illetve ugye elfelejtettük még megcsinálni a munkájához tartozó feladatokat, úgyhogy nem halacskázunk, hanem elmegyünk és szépen lefotózunk különböző dolgokat, ugyanis kellene készítenünk 5 darab fotót Muepel Am szigetén, illetve valamit el kellene ültetnünk. Szerintem én egy kókuszfát fogok ide ültetni. Mitől ennyire boldog? Jó sétált a kutyával. Na, ja igen, többen is írtátok azt, hogy ugye nem foglalkozom eleget a kutyussal. Na most az a helyzet, hogy én ebben a minisorozatban inkább ugye azokkal a dolgokkal szeretnék foglalkozni, amik a szigethez köthetőek. Egyébként foglalkozom bundással eleget, csak kivágom a videóból, úgyhogy ne aggódjatok, nincsen semmi baj a bundásnak, kap elég figyelmet, csak nem szerettem volna, hogy unalmassá váljon miatta a sorozat. Szóval akkor ültessük el ezt a kókuszdiót, és remélhetőleg lesz majd egy szép kókuszfánk. Ide is jött bundás, megörült annak, hogy ültettünk valamit, sőt, ültetünk még egyet. Tyűha! Egy egész kókuszerdő lesz itt, csak aztán nehogy kitörjön a vulkán, mert mondjuk az elég kellemetlen lenne. Na, akkor csináljunk még fotókat, akár mondjuk ezt az ananászt is lefotózhatnánk. Ezt az ananászt mikor lehet leszedni? Annyira jó lenne, hogyha végre learadhatnánk. Ó, le is lehet most már. Királyság! Na, lesz finom ananászunk. És szerintem ezt a kávát is esetleg lefotózhatnánk, illetve kellene még 2 darab dolgot keresni, amiről ugye lehet fényképet készíteni. Ez micsoda volt? Ez a tarorút. Oké, akkor erről is szerintem csinálunk egy fotót, és a vulkáról vajon lehet? Nem tudom, hogy a vulkáról lehet-e valamilyen képet készíteni, de szerintem ez nem kattintható, mert sajnos csak így néhány dologról lehet képet készíteni, viszont itt van valami, amit ki lehet ásni. Ó, nézzük csak meg! Egy időkapszulát találtunk. Amit szerintem ki is nyithatnánk. Gondolom egy ilyen kis figura lesz benne. Leaf. Megkaptuk ezt a növényemberkét. Ezt a hűtő tetejére esetleg nem tudom felrakni, mert itt a konyhapulton nagyon sok helyet foglal. Jó, ide rakom a számítógép mellé, és akkor ott lehet majd nézegetni, viszont még valamit le kellene fotóznunk. És el is készült az 5. fotó. Úgyhogy 8 órán belül ki fog derülni, hogy ugye ez mennyit dobott a munka átlagunkon. Viszont szerintem egy kicsit foglalkozhatnánk azzal is, hogy ugye felszedjük a szemeteket. És ugye én szeretném azt eltitkolni Lillánál, hogy ő egy sellő, egyébként nem kötelező dolog ez, csak szerettem volna valamivel még pluszba feldobni a sorozatot. Most viszont este van, úgyhogy szerintem akár be is jöhetne egy kicsit az óceánba, hidratálni magát, illetve jól érezni magát. Annyira boldog egyébként, amikor így lazackodik. Nagyon bírom. Illetve többen is írtátok azt, hogy jó lenne, hogyha hívnám a delfineket. Úgyhogy most kipróbáljuk ezt az opciót is. Itt a delfin. Beszéljünk hozzá. Egyébként, hogyha jól tudom, akkor 3 féle színű delfin létezik ebben a kiegészítő csomagban, úgyhogy tök jó lenne majd mind a 3-at megtalálni. És ilyenkor megjelenik a kapcsolataim között. Ó, igen. És lelkitársak vagyunk. Legjobb kapcsolatban vagyok már most vele. Feederfish, ez micsoda, tudok neki halacskát adni? Azt mondtátok, hogy Lilla nagyon, nagyon zokon veszi azt, hogyha halat kell ennie. Na most, hogyha a delfinteteti hallal, akkor az őt nem bántja? Ó, tudunk tőle kérni trükköket. Egy puszis trükköt? Adj egy puszis trükköt! Jaj, de cuki! Nem tudja. Nem tudja, hogy mit szeretnék. Á, nem tudom hazavinni. El tudom nevezni. Mi legyen a neve? Hali delfin. Miért ne? Te édes! Tudok hozzá még beszélni, tudok vele fröcskölőset játszani. Most miért nem tudok tőle trükköket kérni? Az előbb még volt erre lehetőség. Oké, most megint itt van. Táncolós trükköt esetleg ismered? Kíváncsi vagyok rá. Jaj, de... Milyen cuki. Na jó. Ezek a delfinek nagyon-nagyon aranyosra sikerültek. Viszont szerintem most így ennyi pancsizás elég volt, esetleg még ezt a szemetet felszedhetnénk, hogy azért ne legyen szemetes az óceánban, valószínűleg a kis delfinünknek sem esik jól az, hogyha ilyen szemétben kell úszkálnia. És akkor menjünk haza, még mielőtt valakit észrevenne minket. Na, hajnalkával közben mi a helyzet? Hogyha jól tudom, akkor igen, most már hétfő lesz, szóval a mai nap most már suliba kell mennie. Vége sajnos a hétvégének. És wow, talált egy ilyen abalone shell nevezetű tárgyat, ami valamilyen kagylóhéj lehet. De jól néz ki amúgy ez is.
hova rakjuk? Mert ugye ez ilyen environment pontot ad, szóval jobban érzik magukat a szíveim, hogyha ugye ez le van helyezve valahova. És Bundásnak valami problémája van, ja igen, megint vécéznie kell, akkor viszont kiadom neki azt, hogy szépen ezt kint csinálja. Egyébként érdekes, mert többször is rámentem már erre az opcióra, és még mindig nem tanulta meg, hogy ugye kint kell vécéznie. Oké, most már megtanulta. Csak panaszkodni kellett. Ebben a játékban mindig csak panaszkodni kell. Ide nyomsz egy barna macit? Vagy most mi történt? Nem, pisilt. Jó, oké. Más mozdulatnak tűnt nekem ez, nem olyan pisilősnek. Szerintem megint arra megyek, hogy itthonról fogok vele dolgozni. Invasive creature-öket kellene keresni, és le kellene őket sprayvel fújni azért, hogy ugye ne szaporodjanak túl. Illetve kellene vennünk a Muapel Ami vízesésből egy mintát. Hát ez érdekes, a múltkor nem nagyon lehetett itt a vízesésnél mintát venni, de lehetséges, hogy akkor most lesz rá lehetőségünk. Ha most van rá lehetőség, akkor viszont szerintem ezt el is kezdhetnénk. Jó, de hogy háromszor is kell belőle szempölt venni. Aha, akkor még jó, hogy most elkezdtük, mert ha az utolsó 1-2 órára hagytuk volna, akkor nem lenne rá lehetőségünk. Viszont ez az invasive species, ez nem tudom, hogy pontosan nem micsoda lehet. Vannak valahol ilyen rovarok, amiket le lehet fújkálni? Lehetséges, hogy itt a barlangon belül kellene keresnünk valamit? Beküldöm újra. Hát, hogyha lesz itt valami újdonság. Talált egy láva alagutat, ami egyébként nagyon értékes kristályokkal volt tele, viszont sajnos nem tudta őket hazahozni, csak egy-kettőt, ugyanis ugye nagyon melege lett, és hát elejtette félelmében. Beküldhetnénk akár még egyszer, hát ha most valami újdonságot hoz ki. Azt is írtátok egyébként, hogy ebben a barlangban lehet találni olyan gyümölcsöt is, amivel ugye át lehet változtatni a szimeket sellőké. És talált egy elhagyatott pénztárcát most, úgyhogy kaptunk egy kis pénzt. Na, ez is amúgy tök jó. Lehet, hogy amúgy foglalkozhatnánk még a szemétszedéssel. És közben már megint itt vannak az emberek. Azok a fránya emberek, akikkel szeretném eltitkolni azt, hogy sellők vagyunk. És ő biztos nem sellő, mert nem változott át. Úgyhogy nem szeretném, hogy észrevegye, hogy rájöjjön az én kis titkomra. Hol lehetnek ezek a lények, amiket le kell sprayvel fújni? Mert hogy nem igazából látok sehol se ilyen rovarokat. És gondolom, valami ilyesmit kellene keresni. Ó, jött közben a levél. 490 szimoleon a számla? Hát alig van pénzünk. Ezzel kb. El fog menni az összes pénzünk. Hűha, hát drága itt az élet ezen a szigeten. Oké, és Hajnalka közben hazaért, és kapott még egy school projectet, viszont ő is nagyon-nagyon fáradt, úgyhogy szerintem lefektetem akkor most őt is aludni. Aludjanak egyszer, és akkor rendesen föl is pörög majd az idő. Nem is szeretném azt, hogyha fáradtan állna neki leckét írni, mert nyilván akkor az nem is fog úgy sikerülni. Kitör a vulkán! Ne! Ne! Te jó ég! Föl se keltek rám úgy a szimeim. Kitölt a vulkán, és így meg se érezték. Olyan jót aludtak közben. Bundás, te ehhez mit szólsz? Kicsit ideges azért, mert volt egy ilyen tektonikus terror. De szerencsére nem lett belőle nagyobb baj. Na, most, hogy észrevettétek, hogy kitört a vulkán, egy kicsit idegesek lettetek, de amúgy meg tök nyugodtan végigaludtátok, szóval szerintem nem kellene emiatt annyira aggódni. Jó, hát nem haltak meg a szimek. Mert hogy írtátok, hogy ugye ilyenkor meg tudnak halni, de szerencsére nem lesz semmi bajuk. Gondolom azért ezt majd érdemes lesz megvárni, amíg elalszik, még mielőtt kimennénk. Pedig elég sokat takarítottam most itt a szigetnél, és hogyha jól tudom, akkor hogyha rendesen foglalkozunk a szigetnek a megtisztításával, akkor egy idő után nem fog kitörni ez a vulkán. Közben megtaláltam egyébként, hogy mit kellett volna csinálnunk, szóval hogyha valamelyik növényre rákattintok, akkor itt megjelenik ez a Spray Invasive Species, tehát valószínűleg ezek ilyen kártevők lehetnek. Ó, ott is vannak, nézzétek, csak ilyen nagy kukacok. Kukacok! Ott vannak a kukacok. Szóval akkor ezeket kellene innen szépen eltüntetnünk. Egyébként ez izé Timon és Pumba hogy befalna. És akkor innen kellene még egy mintát vennünk. Hogy háromszor is valamiért ebből a vízesésből mintát kell, hogy vegyünk a mai nap. És akkor ezzel szerencsére sikeresen teljesítettük is a mai napi feladatunkat. Remélhetőleg akkor már majd el is érjük azt, hogy a következő nap ugye előléptessenek minket. És be kellene fizetni viszont a számlákat, ugyanis jött egy 490 szimoleonos számla, ami egy kicsit azért fáj a lelkemnek, tehát hogy azért ez nem egy olcsó mulatság.
Legalább valami kártérítést kaphattunk volna azért, mert kitört itt a vulkán, legalább egy napot levonhattak volna a lakbérünkből. Jó. Azt nézem, hogy végül megcsináltuk a leckét a kislánnyal, de hajnalkának ez kimaradt, úgyhogy akkor kiadom neki. És remélhetőleg akkor még lesz ideje befejezni suli előtt. Amúgy majd ezeket a sulis feladatokat is jó lenne, ha meg tudnád csinálni. És fókuszd állapotba került, ugyanis segített neki Lilla. Ó, de jó! Segít neki a háziban. Milyen kedves amúgy ez tőle. És hajnalkának mindjárt kezdődik a suli, illetve végre elő is léptetek minket, Wildlife Technician-ök lettünk. Most már tudok cikkeket írni. Király! Az lesz akkor gondolom a mai napi feladatom, mi? Nem. Jó, akkor most más emberekkel kell elméletileg arról beszélgetnem, hogy mennyire fontos az, hogy megtisztítsuk magunk körül a környezetet, és remélhetőleg ezzel majd motiválni is tudjuk őket arra, hogy ne dobják el a szemetet. Bár egyébként elég érdekes, hogy ennyire szemetes állandóan ez a sziget. Lilla közben ment dolgozni. Logikáján kellene majd még fejleszteni. Úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne venni mondjuk egy sakkasztalt. A sakkasztal egyébként azért jó, mert azon ugye Hajnalka is tudja fejleszteni önmagát, tehát azzal ugye tudnak gyerekek is játszani, úgyhogy szerintem most azt fogok vásárolni. Úgyhogy akkor mind a ketten egyszerre fejlődni is fognak, illetve közben ugye tudnak beszélgetni is, úgyhogy nem lesznek magányosak. Egyébként egy ilyen fish trapet vehetnénk. Tök jó lenne, hogyha tudnánk valami halacskát is fogni vele. Nem megenni akarom a halakat, csak egyszerűen megcsodálni, esetleg majd később építeni nekik valami akváriumot, vagy ilyesmit. Szerintem az tök király lenne. Valamit el kell, hogy adjak ahhoz, hogy meg tudjam venni a sokkosztalt. Mindent a munkáért. Ezeket a valamiket eladom. És akkor remélhetőleg azzal már lesz annyi pénzünk, hogy meg tudjam venni azt a sokkosztalt. 450 a legolcsóbb. Micsoda drága hobbi ez a sakkozás? Ki gondolta volna? És akkor ehhez még kellene 2 darab szék, hát akkor valószínűleg a legolcsóbb széket kellene kiválasztanom, ami még felnőttek számára is használható. Hát legyen akkor ez az intelligencia szék. Remélhetőleg ezen intelligensebbek lesznek a szímeim is. Jó, nagy buli lesz, hazajönnek és majd sakkozhatnak. Na, Hajnalka közben haza is ért a suliból, és gyorsan akkor még lefektetem aludni. Meg talán majd jó lenne, hogyha játszana valamit a számítógépemmel, valószínűleg be fog feszülni ott a sakkasztalnál. Lilla is hazaért, és 296 szimaleont keresett. Úgyhogy akkor őt is még gyorsan elküldöm aludni. Viszont még van arra majd lehetőségünk, attól függetlenül, hogy elment dolgozni, hogy ugye másoknak szóljunk arról, hogy mennyire fontos a környezetvédelem. Úgyhogy majd mindenféleképpen ezt is szeretném még teljesíteni, ugye azzal is kapunk majd valami bónuszt. Sőt, most gyorsan elküldöm fürdeni, nehogy aztán közben kiszáradjon. Valami problémája van, folyamatosan fel kell. Lehet, hogy bundás kelti fel őket? Bundás, egyébként neked ott van a sleep stationod, ami valószínűleg nem volt olcsó, hogyha egy ekkora kutyafek helyet kaptál. És ennek ellenére te inkább azt mondod, hogy a kanapén alszol. Tipikus kutya. Tipikus kutya. Megveszed neki a legjobb dolgokat, de ő csak azért is azon a helyen alszik, ahol nem kellene neki. Fölkeltem, most már. És akkor egy kicsit sakkozzanak. Hajnalkát is fölkeltem. És remélhetőleg akkor közben majd jól is fogják magukat érezni. Jó, ezzel is megy föl a fán. Királyság. Most Lilla inkább egyedül kezdett el sakkozni. Szerintem ez annyira nem fair. Tehát, hogyha elkezdtetek egy sakkmeccset, akkor azt úgy illene befejezni, hogy ott van még az ellenfeled is. Ő szépen átpakolgatta az ellenfélnek a bábúját. Teljesen jó. Konfliktus kezelésből viszont annyira nem jeleskednek most. Lehetséges, hogy pont a sakk miatt? Ezt viszont visszarakom a hűtőbe, hogy ne romoljon meg. Nem lenne jó, ha ki kellene csak úgy dobni az értékes ételt. Jó, szerintem ezzel meg lesz neki a 4-es szint. Ne, ne, ne hagyd abba, Léci, sakkozz még! Szeretném, ha egész nap csak sakkoznál. Azt nem tudom, hogy vajon Hajnalkának tudok beszélni a környezetvédelemről? Mert az lenne a legegyszerűbb, hogyha itt a háztartásomon belül ezt most itt el tudnám intézni. Na ez mondjuk, igen. Szerintem már most el kellene kezdenem. Bár feltakarítottam vele, de azért megpróbálnánk. Oké, neki is tudok papolni arról, hogy ne szemeteljen. Remélhetőleg meg is fogja érteni, és akkor ezt is abba hagyja. Két legyet ütnénk egy csapásra. De valamiért a kislány menekül, a kislány nem akar hallani a környezetvédelemről. Kislány, léci, ne szemetelj, jó? Elméletleg ezzel akkor teljesítettük is, mert megjelent ott a complete felirat. És fókuszállapotban van a kislány.
Úgyhogy lehet, hogy jó lenne, hogyha kicsit tovább sakkoznának még. Valószínűleg egyébként is Lillának is még szüksége lesz arra, hogy majd még okosabb legyen, még jobb szinten legyen a logikája. Úgyhogy ez most mind a kettőjüknek hasznos. Szeretnék egy kávapartit tartani, viszont ahhoz jó lenne, hogyha először még aludna egyet. Szóval azt fogom csinálni, hogy elkészítek már előre egy tál kávát, illetve készíteni fogok nyilván a buli alatt is még egyet, mert ugye az is gól, tehát az is cél. És akkor remélhetőleg össze fog jönni aranyra a buli. De nincs itt a tál! Hát, hova? Bundás! Meget? Hova lett? Valószínűleg elcipelte valahova, hogy megmutassa, hogy éhes. De most nem találom sehol. Bundás, ugye tudod, hogy most magad ellen játszol? Hát miből fogsz tenni? Jó, akkor viszont szerintem veszünk egy kutyatálat, még mielőtt itt baj történne. Nem hiszem, hogy eladtam volna. Azért az csak feltűnt volna. Szóval kutyatál, és reméltek, hogyha veszek egy ilyet, akkor azt be lehet rakni. Jó, oké. És akkor most már végre tud enni. Egy órára állítom, hogy biztosan megtöltse. És mit készít? Tofu tacoszt. Jó, nekem az is jó, csak csináljunk egy kávát is. Ú, igen, már félig elkészített valami kaját, ez is jó lesz. Mert akkor hamar be tudja majd fejezni. Egész okos lány vagy, te tudod, hogy mit akarok? Szóval akkor plan a social event. És most nem fogom felpörgetni az időt, ígérem. És akkor szeretnék egy káva partit. És most aranyra. Jó, én leszek a host. És meg kell hívnunk ugye megint vendégeket, Hajnalkát is meghívjuk vendégnek. Az lesz a legegyszerűbb, és igen, a Hínár rezidenciában szeretném ezt tartani. És akkor már most meg is tudom hívni az embereket, hogy igyanak a kávából. Jó. Nem pörgetem fel az időt? Jó. Igyekszem. Hát eddig egy vendégünk jött el. Remélhetőleg jönni is fognak. De miért kellene háromszor is ilyen káva drinket vennem magamhoz? Ennyire azért nem piás a karakterem. Fú, milyen mérges. Ne aggódj, Liliana, mindjárt ellazulsz. Ez a buli most arról szól? Ja, oké, akkor nem nekem kell hármat inni. Azért, mert a múltkor annyira bekábult a szímem, hogy szinte semmit nem tudott csinálni a végére, mert hogy megivott vagy 4-5 darab ilyen káva italt. És aztán így teljesen kikészült, tehát hogy így már semmi nem érdekelte. Bemutatkozhatnánk neki. Nem tudom ő kicsoda, csak úgy eljött a bulinkra. És most külön nem fogok azzal foglalkozni, hogy a socialize meglegyen, mert hogy azt is mondtátok, hogy általában ugye olyan feladatokat ad a játék, amikkel alapból megvan, hogyha ugye ezeket az alsókat teljesítem. Úgyhogy remélhetőleg most már tényleg össze fog jönni ez az arany buli. Ezt a tofu tacoszt jó lenne befejezni, utána pedig szerintem mesélhetnénk vicceket. Mert azért egy közepesre csak felpörgetem az időt. Meg befejezem az ivászatot. Jó, megvan a socialize with guest is. Kell készítenem sajnos egy újabb adagot. Mert hogy itt most nem látom erre a lehetőséget. Ezt a tofu tacoszt szerintem fejezzük be. Csináljunk akkor még egy kávát. És akkor utána pedig nyomjuk ezt a toast dolgot. Miért akar még egy group meal csinálni? Miért? Menjen el gyorsan viszont még vécézni, mielőtt mindenki azon fog röhögni a vicceink helyett, hogy bepisiltünk. Jó, ugye itt van Hajnalkának a szülinapja. Szóval akkor megint magamhoz veszek egy kávát. Nagyon közel járunk amúgy az aranyhoz, úgyhogy nem szeretném ezt most már elszúrni. Amúgy lehet, hogy csak egy viccet mesélnék, akkor azzal is már meg lenne az arany. Jó, kávatoszt, ez az. Na, ezzel meg lesz az arany? Léci, nem akarok még egy kaját csinálni. Most csak iszik. Viszont örülnék, hogy akkor átlépnénk a következő interakcióra, mert hogyha emiatt fogunk kimenni az időből, akkor egy kicsit azért mérges leszek. És most lerakta a piáját. Nem tudja, hogy meséljen viccet? Léci, ne csináld ezt velem. Légy szíves. De most csak ne csak cseteljetek, hanem viccet mesélj neki. Ne. Nem fog összejönni azért, mert most itt elkezdtek beszélgetni egymással. Mondjon egy viccet a majmokról. Vagy akkor neki mondjál egy viccet a majmokról. Valakinek mondj egy viccet. Egy vicces történetet, vagy valamit. Jó, oké. Meglett az arany. Hú, hát ez nem volt amúgy egyszerű.
Na jó, közben amúgy ezekkel így összebarátkoztam, ezekkel az emberekkel. Hát annyira amúgy nem, Liliánával talán egy kicsit jobba lettünk. Esetleg még neki is beszélhetnénk a környezetvédelemről, hogyha már jött teknősök, meg mindenféle ilyesmi. És meg lett a Perfect Kava Party. És mindenki nagyon jól érezte magát. Kaptunk valami ajándékot, vagy elismerést ezért cserébe? Vagy ilyenkor ugye szokott járni. Ugye, megnézem. Van egy Tulip Shell. Egy Fingers of Sulani. Ez egy új. Ja jó, nem rendes új, azt hittem, hogy valakinek az újját megkaptam ajándékba. Nem, azért az eléggé morbid. Ide rakjuk ezt is. Mindent arra az egy íróasztalra rakunk. Van egy Tulip Shell, meg egy Scallop Shell. Ezeket is amúgy tök jó lenne valahova így elrendezni. Lehet, hogy majd, hogyha lesz pénzünk, akkor veszek egy ilyen kiállító polcot, és akkor kirakjuk oda az összes ilyen kagylót, amit ugye találtunk. Örülök amúgy, hogy akkor ezt most is sikerült megcsinálni aranyra. 6 órán belül el kell mennie dolgozni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy esetleg kapunk-e majd megint előléptetést. Ugyanis 2 embernek is beszéltünk a környezetvédelemről, úgyhogy remélhetőleg ez azért már kicsit motiválni fogja a munkáltatónkat. És is esetleg még egy kis bónuszt is kapunk ezért cserébe. Ugyanis csak egy embernek kellett beszélni, és nem csak a testvérem kapta a fejmosást. Harvest Fest van, megjelent itt egy pucér törpe. Mármint egy ilyen cenzúrás törpe. jó, adjunk neki akkor valami ajándékot. Minek örülhetne egy pucér törpe? Mondjuk egy játéknak. Szomorú, mert régen nem volt már a vízben. Ó, szegény. Jó, ez tetszett a törpének, ez az? Halat eszik. Azt írja, hogy friss kapás, mert evett egy olyan kaját, ami friss halból készült. Na most egy az, hogy a szímem vegetáriánus. A másik pedig az, hogy azt mondtátok, hogy nagyon rosszul érzi magát, hogyha halat eszik. Mármint minden sellő. De gondolom a vegetáriánus sellők még inkább rosszul érzik magukat. Ennek ellenére most nagyon boldog. Nem igazából értem ezt a lányt. Kipróbálhatnánk ezt a hálót, ezt a halfogó hálót. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan működik. Place in world, oké, most akkor kijött az opció. És rakjunk bele akkor valami baitet, tehát valami csalit. Esetleg kávarútot. Hát, ha az iszlik a halaknak. Jó, szerintem akkor most rakod bele. És akkor ezt egy darabig itt kell ugye hagyni, és aztán majd remélhetőleg tudunk belőle valami halacskát kiszedni. Jó lesz majd az akváriumhoz. És hát szerintem igazából most így mindent megcsináltam ebben a részben, amit szerettem volna. Gyorsan akkor megnézem, hogy mi a következő életcél, amit majd még kell csinálni. Aha, kellene majd keresnünk 10 darab kagylót, illetve szeretnénk grillezni, barbecuezni, vagy valamilyen kaját sütni. Gondolom ezt majd ugye azon a közösségi telken lehet, ahol van az a nagy tábortűz. Úgyhogy akkor majd ezt is kipróbáljuk, és remélhetőleg lehet majd vega kaját is készíteni. Úgyhogy hát akkor most ennyi is lett volna ez a rész. Remélem tetszett nektek, ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Andi voltam, sziasztok!